A lakástüzek és a szénmonoxid mérgezések megelőzésére, a kémények és fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A kémények és a fűtőberendezések karbantartásának, illetve a szénmonoxid érzékelők hiánya miatt például az idén már 702 kémény tűzhöz riasztották a tűzoltókat, illetve 14 honfitársunk vált szénmonoxid mérgezés áldozatává. A kéményeket gázos fűtés esetén két évente, szilárd tüzelés esetén évente célszerű ellenőrizni. Akik családi házban élnek és oda nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést választva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. A kéménytüzek leggyakoribb oka, hogy a kürtő nincs megfelelően kitisztítva, és a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma is hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták Téfit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, mert minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosította a levegő utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőit használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációba akár egy percen belül is halált okozhat. Ebben a helyzetben érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni fejmagasságban a fűtőeszköztől 1 méter távolságra. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, tartalmazza a karcaktívéhez eljuttatott közlemény.